Kevés az alma, gyenge minőségű az alma. Az utóbbi években főleg ezeket lehetett hallani a termelőktől. Tavaly még rosszabbra fordult a helyzet. A gyakori tavaszi fagyok, majd a vége láthatatlan aszályos időszak miatt az elmúlt évtizedek leggyengébb terméshozamát produkálták az almafák. Az átlagosnak számító 500 ezer tonna helyett mindössze 280 ezer tonnát szüreteltek le 2022 őszén. Idén sokkal jobb lehet a helyzet, derült ki a Fruitweb augusztus 1-én kiadott előzetes felméréséből. Azt nem lehet mondani, hogy a tavalyi termés duplája, de közelít ahhoz. Amit jelen állás szerint látunk, az egy 500-550 ezer tonna közötti mennyiség. Ennek javarésze ugyanúgy, mint minden évben, ipari alma lesz. Jelenleg az ipari alma mennyiség egy olyan 400-430 ezer tonnára becsülhető, hozzátéve, hogy ennek 85-90% a sűrítmény célú léalma, 10-15% pedig minden más feldolgozóipari irány. Étkezési almából egy 100-120 ezer tonnát látunk, ami kevesebb, mint egy jó évjáratban, és még ebben azért van egy nagyon nagy bizonytalanság, mert amit nehezen tudunk becsülni, az a varasodás fertőzés mértéke, és az ebben az évben messze átlagon felülnek tűnik, illetve nehezen becsülhető a jégverések okozta minőségi kár, ami nem mennyiségi kiesést okoz, hanem étkezési alma tételeket sorol át gyakorlatilag ipari almába. Apáti Ferenc hozzátette, a Mátészalka Nagyecset Csengerújfalu vonalon és Kisváda térségében is komoly károkat okozott a jégeső a fejlődő almatermésben. Így az már szinte bizonyos, hogy az érintett ültetvényeken csak ipari célra tudják felhasználni a gyümölcsöt. Az európai prognózisok egyébként a következő napokban jelennek meg. Ezek kiértékelése után lesz meghatározható, hogy milyen ára lehet idén a magyar almának. A lengyel almatermés az, ami az elmúlt években leginkább meghatározta nem csak Magyarországon, hanem egész Európában az alma árát. Nincs erről jelen pillanatban konkrét információnk. Az európai termés prognózis tapasztalatait augusztus közepére fogjuk értékelni, és augusztus közepén fogunk megjelenni részletes piaci elemzéssel, értékeléssel és piaci prognózissal, ami már a termés prognózis pontosításán túlmenően tartalmazni fog árkilátásukra vonatkozó előrejelzést is. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye továbbra is domináns az országos almatermesztésben, az ültetvények háromnegyede itt található. Az ugyanakkor aggasztó, hogy évről évre csökken a termőterület nagysága. Apáti Ferenc elmondta, az ágazat hazai vezetői küzdenek azért, hogy ez a tendencia megálljon, és a gyümölcstermesztés újra jövedelmezőbb legyen a termelők számára.